Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet a Bibliából. Nem csak ez az üzenet van számotokra, hanem egy képes lap is. Ha becsukom a szememet, látok egy képet magam előtt. Ez a kép nem mozog. Tényleg olyan, mint egy képes lap, és én úgy érzem, hogy ezek a képes lapok nem csak nekem szólnak, hanem neked is. A mai napon volt egy mező, ahol egy kisfiú játszadozott. Látható volt, hogy ez a kisfiú vidám. A kezében volt egy pot, előtte egy hatalmas, kék színű labda. Sokkal nagyobb volt, mint a kisfiú, és ahogy a mozgásából látható volt, ezzel a bottal így ütötte ezt a labdát, hogy gondolom, hogy a labda úgy előre mozogjon. A képnek a kerete olyan furcsa volt, valahogy nem illett ehhez a képhez. Olyan szürke színű, nem volt tulajdonképpen a kép kerete túl szép. Nem illettek össze. És hogy értelmezed te ezt a képes lapot, leírhatod a kommentárba. Ahogy én láttam, ahogy én értelmezem a keret, a környezetünk, ahol mi vagyunk, az olyan szegényes, vagy olyan szürke, olyan kiláthatatlannak látjuk a dolgokat, nincs meg a vidámság, inkább olyan szomorú a keret. Viszont a kép, amit ez a kisfiú mutatott, itt van a játszadozás, a szép környezet, a vidámság, ő a kezében tartja a botot, intézkedik, és hajtani akarja ezt a labdát előre, és ez azt mutatja számomra, hogy cselekedjünk, és legyen egy új kezdet, legyen meg ez a vidámság, ez a bizalom, hogy végre mozduljon ez a labda, hogy végre előre menjenek a dolgok. És most kinyitom a Bibliát, és kíváncsi vagyok arra, hogy mi az aktuális üzenet. Te saját magad szeretnél cselekedni, hiszen vannak feladatok, és lesz megoldás, hiszen te megoldod ezeket. Ha egy idegen közeledik hozzád, akkor kíváncsi a te anyagi helyzetedre, de ne engedd, hogy kihasználjon téged. Légy okos, és kerüld most az idegeneket. Valaki átnyújt számodra valamit. Te ezt a személyt ismered a múltból, és megbízhatsz benne.
ami az országot és a népet illeti, lesznek változások, javul a helyzet, lesz egy kiút. Ami számodra fontos, az most a te lelked, és itt van egy barátság, ebből kialakulhat egy lelki kapcsolat. Ami a földet illeti, most a szomorúság után jönni fog a béke, jönni fog a vidámság. Ebben bízhatsz. És ez volt az üzenet a Bibliából. Köszönöm a figyelmeteket, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!